Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Kokó vagyok, és itt vagyok most Debrecenbe, ahol 10. alkalommal is megrendezésre került az országos csúszdabajnokság, amiben most én harmadjára fogok részt venni. Ugye tavaly és tavaly előtt is a középmezőnyben pontosan 15. helyen végeztem. Az első fordulóban 12,7, a második fordulóban pedig 11,5 másodperces idővel végeztem. Azért értem vissza, hogy most ezt megpróbáljam javítani, és feljebb jussak a ranglétrán, úgyhogy lássuk is! Ne siessünk ennyire előre. Szóval, az idén elhatároztam, hogy a mostani bajnokságot sokkal komolyabban fogom venni, mint eddig valaha, és beleadok anyait, apait. Így az átöltözés és a regisztráció után, mint minden lelkes versenyzőnek, nekem is az első utam a csúcstalan közelére vezetett. A gyakorlás alatt megismerkedtem pár részvevővel, akikkel hosszasabb beszélgetést folytattam, és kerestük a valaha volt legfontosabb kérdésre a választ, mik a gyors csúszás feltételei. Szerintem a következőkben mindannyian egyetértettünk. Súlyozás csökkentés! Pipa! Minél nagyobb testcsúly, megvan. Megfelelő fürdőnadrág. Lehetne jobb is. Végezetül a tökéletes elrajtolás. Az utóbbival én csak most kezdtem el foglalkozni igazán, de már most látványos volt a gyakorlás alatt az időm javulása, még ha csak tized másodpercekről is van szó. De ez a bajnokság nem is szól másról, mint tizedekről és századokról, úgyhogy pörögjenek azok a számlálók, és jöjjön végre az első forduló. Természetesen idén is, mint idáig mindig, a 10. alkalommal is a veretlen bajnok, Zöld Imre csúszta a legjobb időt. Biztos, hogy van valami titkos technikai, hát még a lánya is jobban csúszik, mint én. Kezdvától válik egy nagyon-nagyon nőnyünk. Nem lehetődnék meg, ha átvenni a vezetés egyébként a kettes kategóriában. És egyből tehát, ha nagyjából a féltáplája tarthat. Figyeljük azt, hogy 13-60, de az univér ideje, ajj, 12-12! Ennyit a minél nagyobb súlyról. Na jó,
most már így a esélytelenek nyugalmával lássuk azt a második fordulót. Ez lett volna a 10. alkalommal megrendezett országos csúszdabajnokság. Én nagyon örültem, hogy ott lehettem, de legfőképp annak örülök, hogy a 4-es kategórián belül sikerült a 9. helyre felcsúsztam magamat. Egy biztos, jövőre újra próbálkozok. Ha tetszik, amit csinálok, mindenképpen jelezzétek felém, vagy like, vagy komment, vagy feliratkozás formájában. Fantasy Betinél találhattok kérdéseket, arra válaszolhattok. Hamarosan újabb videóval fogok jelentkezni, addig is mindenkinek csúszdakalandokban teljes, szép napokat kívánok. Sziasztok! Megfelelő fürdőnadrág, lehetne jobb is. Megfelelő fürdőnadrág, lehetne jobb is. Minél nagyobb tepsú, minél nagyobb tepsú. Fel a földre. Mi? Kész? Tudtam, hogy elfogta.